Ezek a csicskák alig ha tudják Orbánt bármikor is megverni, így kommentált a Szanyi Tibor egykori párttársa Kunhalmi Ágnes egyik kormányváltással kapcsolatban tett nyilatkozatát. Az ISZOM alapítója egyébként azt ígéri, hamarosan bemutatják a szociális felemelkedés programját. Vendégünk Szanyi Tibor. Jó estét kívánok! Az lesz a Kádár terv? Igen. A szociális felemelkedés programja? Így van, így van. Így van. Egyébként ez én nagyon örülök, ez Fuszti Andreának, a pártunk elnökének volt a javaslata, de engem is meglepett, amilyen elsőprő gyorsasággal ez átment tulajdonképpen a pártunk gondolkodási rendszerén, és jól lehet... Ennyi kádárista van a pártban? Hát nézze, ez így nem mondanám, hogy kádárista, de azért tegyük rendbe a történelmet, típusú dolog. Tehát hogyha nevet keresünk ahhoz, hogy annak a szociális elgondolásnak, annak a szociális elkötelezettségnek, ami bennünk van és ami a programunkból kiviláglik, tulajdonképpen nem lehet más a névadója, mint Kádár János, hiszen a magyar történelemben egyedülálló módon ez volt az egyetlen tartalmasabb, hosszabb időszak, amikor a nép szemmel láthatólag, nem hogy egyről kettőre, de egyről nagyon sokra jutott, főleg szociális értelemben. Ha önökre bízunk, mi leszünk megint a legvidámabb barak? Nem. Milliószámra épültek az állami lakások. Esélyt kaptak a fiatalok arra, hogy kitörjenek a nyomorból, és nem csak a nyomorból, hanem egyetlen iskolába, egyetemre jussanak. Még az analfabetizmus felszámolása is tulajdonképpen ehhez kötődik. Enni kapott mindenki, fölvirágzott a magyar vidék, az ezred éven át ütött magyar vidék. Tehát én azt gondolom, hogy, és mai napig hat ez, nem akarok személyeskedni, de akkor csak kezdjük magammal, sem az én magam vagy az én szüleim, de akár a mostani celebek, Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Orbán Viktor, ezek sehol nem lennének a Kádár korszak igazságai nélkül. Azt ugye tudja, hogy a Kádár korszak egy tömeggyilkossággal kezdődött és egy gazdasági összeomlással végződött. Nem akarok történelmi vitaestet tartani itt az egyenes beszédben, de hát muszáj megjegyeznem erre a Kádár János tervre. Nézd, én nem szeretném ezt a nagyon kevés misorizmus történelmi analógiákkal mondani, de ugye most ünnepeltük ugye augusztus 20-án az alapításnak az évfordulóját, tegyük hozzá, 40 éven át tűzzel, vassal irtotta a magyar Szent István, mire egyáltalán egy stabil államot létre tudott hozni. De nem hasonlítgatni akarok, én azt mondom, hogy Magyarországon létezik egy kádári nosztalgia. Mi mérlegben gondolkodunk. Ez a nosztalgia, ez nem valamilyen divat, ez a nosztalgia, ez ott van a vidéki emberek, a budapesti emberek, a nagyvárosi, kisvárosi embereknek a lelkében. Ez a nosztalgia nem lehetne akkor, hogyha ez nem lenne pozitív. Ez a mérleg, és még egyszer mondom, mi nem az esetleg fölróható dolgokat szeretnénk a történelemből előhúzni, és nem csak Kádár Jánosról, bárkiről, akár a szocializmusról legyen szó, hanem egy modern és előremutató és a kornak megfelelő szocializmusban gondolkodunk, és abban a szociális programban, ami egyébként jellemzi ezt a bizonyos Kádár János tervet. Nézzük a kampánycélokat. Ezek szerint, hogyha Kádár János iránti nosztalgiára gondolnak, akkor nyilván az idősebb szavazókra gondolnak elsősorban, hogyha az ISZOM kapcsán a szavazóbázist kellene leírni. Nem ez, hogy nekik van Kádár nosztalgiájuk. Nem nyilván. Például Székely Sándor, az országgyűlési képviselőnk, az egyszem országgyűlési képviselőnk, hát ő volt a vezérgyalogló, ő végigjárta a magyar vidéket a nyár során, ő effektív gyalogolt, egyszerűen abból az alázatból fakadóan, hogy megtisztelte ottaniakat, akik ugyanúgy közlekednek egyébként. Azt látjuk, hogy a legnagyobb bázisunk ennek a bizonyos Kádár korszak unokáinál van. Tehát igen, a nagyszülők meséltek. És ők látják azt, hogy hova jutottak a nagyszülők, hova jutottak főleg aztán később a szülők, és mi volt az a lét, aminek a nyomait még egyébként a nagyszülőktől megtudhatták. 30-40 körüli emberek azok, fiatal, valamilyen szakmával azért rendelkező emberek azok, akik a legnagyobb lelkesedéssel jöttek felénk, és én nagyon várom is, hogy körülbelül ez a korosztály lesz jelen majd szeptember 11-én a Munkásbüszkeség napján, amit most már második Munkásbüszkeség napja, redendően ez egy május 1-i program lett volna, de a pandémia miatt ez most a Tabán, bocsánat, a Zöld Pardonban, ahogy annak a hűlt helyén lesz. Tehát igen, egyszerűen föl kell emelni a fejünket, és nem szégyenkezni olyan dolgok miatt, ami miatt nem kell, és én hiszem azt, hogy ahogy még nyár vagy évelején a szocializmus szó még ebben a stúdióban is olyan furán csengett, ma már újságírókan természetesen kérdeznek minket erről, és ugyanez lesz szerintem a Kádár János terv sorsa is. Érdekes történelmi játék ez.
szavakkal. Azok a pártok, akiknél baloldali szavazók vannak, bitorolják a mi szavazatainkat, ezt mondja. Miért bitorolnak? Hát szerezzék meg tőlük, és akkor nem fogják bitorolni. Nem, hát azért tudják bitorolni, mert náluk sincs, csak arra hivatkoznak. Hát hogyha ennél a bizonyos baloldalinak csúfolt vagy nevezett ellenzék, azért mondom, hogy csúfolt vagy nevezett ellenzéknél, mert én azt gondolom, hogy a néphűjítés ott kezdődik, hogy egy Jobbik zokszó nélkül elviseli, hogy őt baloldalinak nevezzék, hogy egy Momentum zokszó nélkül elviseli. Nem, a Jobbik azt mondja, hogy ő nemzeti. Na jó, de amikor általában a Fidesz oldaláról lebaloldalazzák őket, soha nem tiltakoznak. Tehát maradjunk ennyiben, hogy jól viselik ezt a történetet. Aztán, hogy miket mondanak, az meg megint egy másik kérdés. Na de ezzel együtt, azért a baloldal, a baloldali politika az abban ismerszik meg, hogy van benne rendszerkritika. Ezek a pártok azon felül, hogy nagyon sok mindent megszavaztak a Fidesznek, amit aztán utána később elkezdtek ők maguk kritizálni, jaj, veszékelve. Most gondolok a lehallgatási törvényre, gondolok az egészségügyi törvényre, gondolok a rendkívüli állapotra, most legutóbb a Jobbik bement megszavazni a Fidesszel ezt a pedofil törvényt. Tehát azért őnekik semmi bajuk nincs a magyar kapitalizmussal. Ezeknek a pártoknak. Márpedig a mai bajaink döntő többsége a kapitalizmus jelenlegi formájából fakad. És mi pontosan ezzel a rendszerkritikával különböztetjük meg magunkat, ettől vagyunk mi baloldaliak. Nem elég a szociális érzékenység. Az a kereszténydemokrata mozgalmakban is van. A baloldaliság az, amikor látja és kimondja, hogy ez a kapitalizmus, ami Magyarországon is van, nem jól működik. Szeptember 11-én lehet önnel találkozni? Hát, hogyha önöknek szombaton van műsorjuk, akkor szívesen ellátogatok ide is, de ez egy egész napos, tulajdonképpen egy május egyre emlékeztető fesztivál. Reggel kötettem, vagy délelőtt kötettem, gyerek családi programok vannak, déli órákban van a politika, este pedig igazi kemény rock koncert. Sörvésli lesz? Szocializmus, Kádár János Sörvésli nélkül? Miért ne? Nyugodtan lehet, persze, egyébként Kádár János nélkül is volt Sörvésli nagyon sokszor Magyarországon, csak mondjuk nem olyan mértékben. Szanyi Tibor, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.